Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök május 14-én kedd este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! Jubileumi fizika versenyt rendeztek az Eötvös József gimnáziumban. Idén sokszínű program kínálattal jelentkezett a születéshete. Rendőrök és diákok hívták fel a figyelmet a gyalogosok biztonságára. Az idén 50. alkalommal valósult meg a Komárom-Esztergom vármegyei ifjú fizikus verseny az Eötvös József gimnáziumban. Az ünnepélyes eseményt az Eötvös Lórend fizikai társulat elnöke Ormos Pál professzor úr is megtisztelte, valamint a jubiláló alkalmat egy megemlékezéssel is kibővítették a szervezők. Egészen az 1970-es évek elejétől minden esztendőben megrendezésre kerül a Komárom-Esztergom vármegyei ifjú fizikus verseny, amely döntőjének az Eötvös József gimnáziumát helyett. A vetélkedő nem csak a diákoknak biztosít lehetőséget a megmérettetésre, hanem a fizika és a természettudományos tantárgyak pozitív megítélésében is nagy szerepet tölt be. Hát anno 1974-ben elődeink, nagyon kedves kollégáink úgy döntöttek, hogy elindítanak egy nagyon fontos kezdeményezést a magyarországi tehetséggondozás keretében egyedülálló módon, ugyanis egy alapvetően levelező fizika versenyről van szó, aminek a végén a döntőben elméleti és kísérleti fordulóban tudják összemérni a tudásukat a diákok. Ez az 50 év, ez nyilván nagyon változékony volt abban a tekintetben, hogy a fizikának a megítélése, az óraszámok, ennek a tantárnak a népszerűsége az nagyon sokat változott. Nyilván 1974-ben, 50 évvel ezelőtt még sokkal többen vettek részt ebben a versenyben. Vannak olyan kiadványaink, amik abban az időben jelentek meg, és én döbbenettel olvasgattam bele ezekbe, hogy van olyan, amelyik 800 példányban jelent meg a megyében. Ez egy irgalmatlan nagy szám. Most pedig ebben az évben, illetve az utóbbi években olyan 120-140 diák vett részt magában a levelező versenyben, és nálunk itt a döntőben 40 diákot fogadtunk ebben az évben is. A 40 diákból 20 diák hetedikes, 20 pedig 8. évfolyamos. A verseny abból a szempontból is érdekes, hogy egyedülálló, hogy hetedik osztályosoknak is szervezünk ilyet. Mára Magyarországon nem létezik hetedik osztályosok számára rendezett fizika verseny. Ezt a nagymúltú, hosszú évekre visszatekintő színvonalas versenyt a szervező és közreműködő pedagógusok munkája nélkül nem lehetett volna életben tartani, hiszen ők azok, akik a tanulókat egyengetik és támogatják a tanulmányaik során. Mindenféle tanulmányi verseny, közben persze természetesen a fizikai is, az rendkívül fontos a tehetséggondozásnak a folyamatában, és ezt ugye nagyon régóta csinálják, ebben az iskolában ezt 50 éve csinálják, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon komoly tradíciója van annak, hogy a tehetségeket megtaláljuk, kivegyük, azonosítsuk, gondozzuk a fiatalok közül. Ez egy rendkívül tiszteletre méltó dolog, ugye a tanárok ebbe plusz energiát fektetnek. Ez nagyon sok munkával jár egy ilyen versenynek a megszervezése mindenféle szempontból, és az, hogy ezt a tanárok megteszik már 50 éve, tehát 50 éve mindig vannak ezt az extra munkát vállaló tanárok, ez egy óriási dolog, és ezt ebben a konkrét esetben, mivel hogy fizikusokról van szó, a fizikus közösség rendkívül nagyra értékeli. A rendezvényt érdekes és rendhagyó kísérleti bemutatókkal is színesítették a megjelent diákoknak. Kórházi dolgozókkal, szakemberekkel és a legkisebbekkel foglalkozó egyesületekkel ismerkedhettek meg a családok a hétvégén. Ismét 3 napon keresztül várta az érdeklődőket a születéshete program, amely elsősorban kismamáknak és várandós anyukáknak nyújtott értékes információkat. És a fölösleget, mert ugye attól függ, hogy mekkora a baba, bevisszük térdhajlathoz. Akár a hordozó kendő és egyéb eszközök helyes használatát is megismerhették az érdeklődők, köszönhetően a háztűzőrző nők és anyák egyesületének. A társaság ugyanis 2006 óta hívja életre a születéshete programsorozatot Tatán, amely részeként a várandóság vagy a szülés előtt álló hölgyek, esetleg a már újszülöttel gazdagodott családok kaphatnak értékes információkat, tanácsokat. Hasonlóan az előző tematikájához,
ahhoz megtartottuk azokat az előadásokat, amire nagyon nagy érdeklődés volt, és próbáltunk újításokat is betenni. Minden évben próbálunk alakulni az igényekhez, felismerni azokat, és aztán úgy kiszolgálni a kismamák, családok igényeit. Ami meglepő, tavalyi évben kérdeztünk anyukákat, hogy Tatáról is vannak, de a környező falvakból, városokból szinte többen, tehát akár Oroszlányból, akár Komárnóból érkeznek, és az a tapasztalat, hogy aki már így messzebbről eljön, már így hosszabban is marad, tehát jobban a tataiak jönnek, mennek, és aki meg úgy messzebbről eljön, ő tényleg érdeklődik és elkötelezett. Az idei évben újdonság az, hogy több mozgásformát megismertetünk, de annak az elméleti részét. Tehát azt tapasztaltuk, hogy ha eljön előadást hallgatni a várandós anyuka, nem biztos, hogy úgy jön, hogy aztán polifomon is tudjon tornázni, tehát hogy ez a tavalyi évben kiderült, hogy nem működött, úgyhogy most inkább ilyen elméletiebbek lesznek ezek az előadások is. Idén szintén nagy öröm, januártól van egy új főorvos a Tatabányai Szülészetnek, és hogy vele sikerült felvenni a kapcsolatot, és nagyon együttműködő volt, és szinte első szóra mondta, hogy jön. A program sokszínűsége, hogy az interaktív részek mellett szakmai előadásokat is meghallgathatnak a megjelentek. Ezek általában olyan témákat érintenek, amelyek sokakat érdekelnek, vagy hasznosak lehetnek a jövőre nézve. Engem valójában a táplálkozás várandóság alatt és várandóság után témakörben kértek föl. Valójában ez az egyik kedvenc témám, a táplálkozás. Úgyhogy ebből próbáltam én ízelítőt adni a kismamáknak, hogy valójában hogyan is lehetne ezt jól csinálni. Bevallom őszintén, nagyon örültem a felkérésnek, és nagyon büszkeséggel töltött el, ugyanis van szerencsém attól az embertől tanulni, akik valójában ezt az egész születésete programot útjára indították. És azt látom én a munkám során, hogy nagyon nagy hiány van, információ hiány van valójában. A kismamák nem nagyon tudják, hogy hová fordulhatnak, mit tehetnek bizonyos helyzetekben. Valójában elárasztott minket az internet világa, amiben bevallom őszintén még magamnak is nagyon, nagyon nehéz eligazodni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a kezdeményezés, ez tényleg példaértékű, hogy azt remélem, hogy hiteles szakemberektől hallhatnak hiteles információkat a kismamák. A születéshete idén is hiánypótló eseménynek számított, hiszen 3 napon keresztül várt minden családot ingyenes előadás, tanácsadás, vagy akár kisbabákkal közös interaktív kezdeményezés. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrfőkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága meghirdette a gyalogosok évét, így idén elindult a lépésről lépésre kampánykörzetünkben. A figyelemfelhívó kezdeményezéshez legutóbb 2 iskola diáksereg is csatlakozott. Rendhagyó élményben lehetett részük a járókelőknek és a gépjárművekben utazóknak egyaránt május közepén, hiszen diákok, tanárok, táncosok és egyenruhások bevonásával valósult meg egy flashmob a Harangláb környezetében. A jelenség célja a figyelemfelhívás, amelyet jelenleg a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrfőkapitányság munkatársai találtak ki. A szerv ugyanis idén indította el a lépésről lépésre kampányt, amely során a gyalogosok kerültek a középpontba. Az idei évben meghirdette a Vármegyei Rendőrfőkapitányság a gyalogosok évét, és a gyalogos baleseteknek az elkerülése véget, lépésről lépésre elnevezésű kampányát. A kampány keretein belül próbálunk mindenféle ilyen aktivitásokat végezni, hogy a gyalogosok minél biztonságosabban közlekedjenek. A közlekedési kultúra napja alkalmából a Vaszári János Általános Iskola és a Bláthy Otto iskola csapatai működtek közre a figyelemfelhívó rendezvényen. Ők korábban egy videót kaptak a táncról, amely alapján felkészültek a közös előadásra. Szerencsére nagyon jó kapcsolatot ápolok a helyi erőkkel, úgyhogy egyből engem kerestek meg a kampánnyal kapcsolatban, úgyhogy ők találtak meg engem, és nagyon boldog voltam miatta. A fiatalok felkészültek egy videó alapján, amit én készítettem nekik, és nagyon remélem, hogy tényleg mindenki felkészült, de ha valaki most elbe, akkor sem lesz bonyolult, úgyhogy egy nagyon egyszerű kis kombinációt fogunk itt bemutatni. Ez egy 3,5 perces tánc lesz úgy nagyjából. Szerencsére most már újra divatba jött a mozgás, úgyhogy a gyerekek elég aktív hétköznapokat szoktak élni. Persze a másik véglet az, aki meg abszolút nem, de rajta vagyunk azon, hogy minél több fiatal megmozduljon és egészségesen mozogjon, táplálkozzon. Úgyhogy ez a célunk.
A településen egyébként is kiemelten fontos a gyalogosok védelme. A városban több helyen piktogramok szólítják meg a járókelőket, de több intelligens zebrát is telepítettek Tata különböző forgalmas helyszíneire. A mai napon ülésezett Tata Városhelyi Választási Bizottsága. A tagok a szavazólapok ellenőrzésével és jóváhagyásával indították a találkozót, amit többek között bírság megállapítása is követett. Először is elnézést kell kérnünk a nézőktől, hogy elnök úr távollétében egy elnök helyettessel kell beírni. A napi rendi pontok közül az első, és talán a választás szempontjából meghatározó volt a szavazólapoknak az áttekintése. A Nemzeti Választási Irodától megkaptuk azokat a minta dokumentumokat, amelyiknek alapján meg lehetett nézni, hogy a polgármester jelöltek milyen formában fognak a választólapra kerülni, aztán az egyéni választókerületekben a képviselőjelöltek, ugye sorsolt sorrendben lesznek, ezt mi a bizottság még a múltkori ülésén elvégezte, és így terjesztette fel őket, aztán utána pedig három települési nemzetiségi kisebbségi önkormányzat indul a választásokon, így a tattai roma, lengyel és német kisebbségi önkormányzatok jelöltjeinek és a szavazólapjainak a mintáját megnéztük és jóvá hagytuk. Azt el kell mondanunk, és ezt tattán büszkén mondhatjuk, hogy a legutóbbi népszavazáson már felmerült, hogy akár a választópolgárnak, akár a szavazott számlálóknak a munkáját nagy mértékben könnyíti, hogyha ezek az egyébként nagyon hasonló kivitelű dokumentumok színkódokkal jelölve vannak, úgyhogy Jedzs úr mutatta, hogy különböző színek fogják jelezni a polgármester jelölteknek, vagy a nemzetiségi önkormányzatok tagjainak a szavazólapjait. Nem szabad elfelejtenünk, hogy egyébként ugye ezen a választáson további szavazólapokat is kapni fognak a polgárok, hiszen a területi választási listákon is, a megyei önkormányzat megválasztásához is lesz egy szavazólap, vagy még az európai parlamenti választások szavazólapja is a kezükbe kerül. E kettőért azonban a Tatai Helyi Választási Bizottság nem felel, ebben az ügyben mi tájékozottunk, de döntést nem hoztunk. Ez volt hát az első. És az volt még a dolgunk, hogy ezt akkor igazoljuk, hogy nyomtatható, és alá kellett írni a bizottság összes tagjának. Ez volt az első. A második pontban, illetve hát az egyebekből egy harmadik pont ide csatlakozik még, ott a választások előkészítésével kapcsolatos két ügyet kellett kezelnünk. Olyan ijesztőnek tűnik, hogy bírságot kellett kiszabnunk. Ez egy a választási eljárásról szóló törvényben rögzített szabály, hogy amennyiben az ajánló íveket, amelyeket a jelöltek összegyűjtéséhez átvettek a jelölő szervezetek, maradéktalanul nem hozzák vissza, akkor ennek egy listára van. Úgyhogy egy jelölő szervezet, egy lapja nem érkezett vissza a megadott határidőre. Ők maguk is jelezték, hogy nagyon sajnálják, ez valahogy nem valósult meg. Úgyhogy 1000 forint értékű bírságot rendeltünk el, amit egy megadott számra kell befizetniük. A másik ügy, azt nem tudtuk elbírálni, egy kifogás érkezett az egyik plakát adattartamával kapcsolatosan, de ugye itt egy nagyon nehéz szakma ez, mondjam így, okos kifogást tenni, hiszen elő kell venni a jogszabályt, és pontosan követni azt a szabályrendszert, amit nekünk ellenőriznünk kell, hogy ne csak a kifogás általánosságban jelenjen meg, ráadásul itt nem is láttuk az egész plakátot, csak egy részét, és így nem tudhattuk, hogy egy másik részen az a kifogásolt rész esetleg még sincs rajta. Szóval az történt, hogy formai okokból a kifogással nem tudtunk foglalkozni. Nyilván ez egy nagyon fontos tanulási folyamat mindenki számára, hogy ezeket a pici, apró, de jelentéktelen szabályokat tartsuk be. És ugye azt látjuk Tatán, hogy azért a szervezetek is egyre inkább abba az irányba mozdulnak, a jelölőszervezetek, a kampányt szervező szervezetek, hogy érvekkel, okos, józan, baráti szavakkal győzzék meg a választókat, nem pedig ilyen formai kifogásokkal. Nyilván ugyanakkor mit várunk egy olyan képviselőjelöltől, aki a választási eljárásban nem tudja betartani a szabályokat. Tehát ezt kell mérlegelni mindig, de itt most egy formai jogból történő eltosítás történt. Végül még volt két egyéb pont, amiről beszéltünk, hiszen azért jó, hogy az egyébek is a napirendi pontban vannak. Az egyik pontban az volt, hogy egy korábbi határozatunk ellen, amelyik szintén egy plakát kezeléssel, plakát használattal kapcsolatosan, milyen logók vannak plakáton, ezzel kapcsolatban született meg. Az egy nagyon hosszú ülés volt, és nagyon sok mindent mérlegelt a bizottság. Fellevezés érkezett a területi választási bizottsághoz, aki legalább olyan hosszú levélben válaszolt,
és gyakorlatilag egyetlen ponton korrigálta a helyi választási bizottság határozatát. Ez az itteni bizottságnak is probléma volt, hogy ítélje meg. A területi választási bizottság azon a ponton picit másított, az összes többi kérdésben megállapította, hogy egy körültekintő és jó határozat született, sőt azt is megállapította, hogy az a jelölő szervezet, amellyel kapcsolatban a kifogások érkeztek, erőfeszítéseket tett a teljes jogszerűség felé. Ezt elismerte ő is, és bírság kiszabására nem került sor. Bónusz gratis került sor valamire. A jegyző úr egy részletes tájékoztatást adott arról, hogy hol tart most a szavazások előkészítése, és azt gondolom, ennek is van hírértéke. Elmondta, hogy már ott tartunk, hogy a szavazat számláló bizottságoknak a felkérése folyik. Azok a tatai polgárok, akiket megkerestek, azok szép számmal vállalkoznak a feladatra. Ez egy elég emberpróbáló feladat, mert valamikor reggel 6-kor kezdődik, és majd este későn, ilyen éjjel 1 óra körül, vagy később is lesz vége. Ugye most nagyon sok szavazatot kell majd kezelni, és még többet kell kezelni, ha a tataiak eljönnek. Tehát erre készülnek fel. Ismertette röviden, hogy a 8 választókerületben mindenütt kijelölésre kerültek a szavazók, körzetek, és talán itt egy nagyon fontos hír, amit érdemes kihangosítanunk, hogy mindegyik választókerületben van legalább egy akadálymentes, sem megközelíthető választóhelyiség, és ha valaki netán nem olyanba kapott besorolást, de indokoltnak tartja, akkor itt a helyi választási irodánál kérheti azt, hogy őt egy másik választóhelyiségbe vegyék fel, és oda tudja jelentkezni. Ez azt mondták itt a tájékoztatom, hogy a május 31-ig reális ezt kérni. Ugye ott az utolsó 10 napban már sok minden jól előkészítve kell, hogy meglegyen, és akkor már tényleg csak az utolsó választásokra kell reagálni. Úgyhogy én azt látom, hogy időarányosan, feladatarányosan a helyi választási iroda, a helyi választási bizottság és a jelölő szervezetek felkészülten fordulnak a szavazások felé. A mai napon a Tatai Televízió által kínált bemutatkozási lehetőséggel egy polgármesterjelölt és 2 képviselőjelölt kívánt élni. Délelőtt 11 órakor Pittung Dániel a Füge, Függetlenek Együtt polgármesterjelöltje, ezt követően délután 3 órakor Varga András, a Fidesz-KDNP 8-as számú egyéni választókerület képviselőjelöltje, majd délután 5 órakor Bor János, a TETT, Tegyünk Együtt Tudatosan Településünkért 5-ös számú egyéni választókerület képviselőjelöltje tartott sajtótájékoztatót. Tisztelettel köszöntöm a tataiakat, Kvittung Dániel vagyok, a Füge Egyesület polgármester jelöltje. Amit látjuk, mögöttem lévő dombon elhelyezkedő szakrendelővel kapcsolatban szeretnék megszólalni a város lakóinak. Egészségügyi dolgozóként úgy érzem, hogy lényeges egy nagyon-nagyon konkrét és jól működő egészségügyi és szociális fejlesztés a városban. Úgy érzem, hogy külső orvosok bevonásával, például a tatai szakrendelőt fel tudnánk fejleszteni egy olyan szintre, hogy ne kelljen a tataiaknak és a kistérségi lakosoknak átjárni Tatabányára, hónapos, akár éves várólistákkal küszködni. Úgy gondolom, hogy az elhanyagolt szociális szféra is fejleszthető Tatán. A Kocsi úti idősek otthonát át kell költöztetni, ez nyilvánvaló, embertelenek a körülmények. Én úgy érzem, hogy ez az én küldetésem lesz a Fügén belül. Mindenkinek megvan a szakterülete, ez az enyém. Tatán szeretnénk létrehozni egy egységes, ingyenes, házi orvos által rendelhető tataiaknak, illetve a kistérségnek szánt ingyenes betegszállítást. Úgy gondolom, hogy ez az elsődleges megoldás talán a dombtetőn elhelyezkedő problémára. Későbbiekben egy új parkolási koncepciót kell itt kitalálni. Ha már ez az épület itt van, használnunk kell. Jelen pillanatban azért ezt látszik, hogy ez nincs kihasználva. Próbálunk nem csak negatív dolgokat közölni a lakossággal, mi a fejlesztések és az innováció híve vagyunk, közben megtartva a környezeti értékeket. A Füge Egyesületnek és nekem is az élhető város ott kezdődik, hogy mindenkinek biztosítva van az egészségügyi ellátás, az ingyenes betegszállítás és idős állampolgárainknak lehetőség a nyugdíjas éveiket akár szociális otthonban, akár helyileg kényelmesen, biztosítva, biztonságban eltölteni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, tataiak, értetek veletek! Itt állunk Agostyánban, a Petőfi utca és a Jókai sor kereszteződésénél. Tájékoztatni szeretném a tataiakat, agostyániakat, hogy folytatjuk a csapadékvíz elvezetési programunkat.
itt Agostyánban különösen nagyon lényeges, hiszen egy völgyben található ez a település, és különösen nagy zuhári esetén nagy problémákat okoz. Eddig is tettünk a csapadékvíz elvezetésére, az Árendás pataknak a mederkotorását több ütemben végeztük, illetve végezzük, illetve a Szabadság utcában is megcsináltuk a csapadékvíz elvezetőt. Ez a program folytatódik, úgyhogy pályázati támogatásokkal most már elkészültek a tervek, és a közbeszerzés van hátra. Ezen a helyszínen is tovább folytatjuk a csapadékvíz elvezetést, érinti a Petőfi utcát, a Jókai sornak a posta alatti szakaszát, illetve a Béke utcát ez az elvezet is. Itt is alkalmazkodunk a helyi viszonyokhoz, tehát mind a három utcában más-más jellegű lesz a csapadékvíz elvezetés. A Jókai sor fekszik legalul, tehát itt kell a legnagyobb kapacitásban elvezetni. Itt egy előre gyártott elemekből álló burkort árok található majd, amelyiknek a kapacitása lényegesen nagyobb lesz, mint az eddigi ároknak, illetve a mellette lévő útszakasz úgy szegély is már berepedezett, úgyhogy a szegély, illetve az útszegély közötti területet is rendbe tesszük, illetve nagy előrelépés lesz az, hogy az új posta előtti területen most már a nagy eső után nem fog megállni a víz, hanem levezeti ebbe az árokba a csapadékot, a csapadékvíz vezető. A Petőfi utcában, itt ahol mögöttem állunk, itt egy K-szegély található. Itt az a probléma, hogy a patkát elmossa a víz, a csapadékvíz, és a patka elmosását akadályozzuk meg, ugyanakkor itt is a szegélyt rendbe tesszük. A Béke utcában viszont a legszűkebb a hely, ott egy olyan fegylapot, egy vízjelő fegylapot fogunk elhelyezni a csapadékvíz elvezető fölé, hogy a közlekedés biztonságos legyen, illetve a házfalak, lábazatok, kerítések és a szegély közé pedig vízszigetelést fogunk elhelyezni, hogy ne ázzanak föl a házak, kamrák, falak. Bor János vagyok, nyugállományi katona, a TETT Egyesület 5-ös számok képviselőjelöltje, Kertváros, illetve a Fáklyóti üdülővezet tartozik a területhez. A napokban az önkormányzat a Fáklya utcai ingatlannal kapcsolatban, ahol most állunk, fontos döntést hozott. Ezzel kapcsolatban szeretnénk kifejteni az álláspontunkat. Úgy gondoljuk, hogy ez a terület mindenféleképpen fejlesztésre szorul, hiszen aki itt jár, látja az állapotokat, látja azokat a viszonyokat, amik most már hosszú évek óta kialakultak. Az elképzelés szerint itt lenne egy parkoló, ezzel kapcsolatban mi nekünk alapvetően gondunk nincs, hiszen itt ezen a területen látható, hogy a parkolóhelyek száma, illetve annak a minősége nem felel meg a kor követelményeinek. Az elképzelések szerint lenne egy leágazása a kerékpárútnak az öreg tó felé. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt az összeget esetleg fel lehetne használni a üdülővezetben élők elmondása alapján az itt levő úthálózat javítására, fejlesztésére, karbantartására. Ami nekünk a legfőbb gondunkat jelenti, az az, hogy az önkormányzat ezt a területet úgy akarja fejleszteni, hogy értékesíteni akarja a telket. Ez egy 3000 négyzetméteres terület. Két alternatíva volt az asztalon. Az egyik alternatíva az lett volna, hogy az önkormányzat saját erőből fejleszt. Ezt elvetették forráshiány miatt. A másik pedig az lett volna, hogy külső forrást vonnak be, de ez egyben azzal is jár, hogy ezt a területet értékesítik. Mi ezzel nem értünk egyet. Mi úgy gondoljuk, hogy az önkormányzatnak fő feladata, hogy ezt a területet továbbra is önkormányzati tulajdonba tartsa. Semmi garanciát nem látunk arra, hogy az ingatlan értékesítését követően ez az üzletsor, ez a büfésor hosszú távon az marad. El tudom képzelni azt is, hogy egy idő után esetleg funkciót vált. Abba viszont akkor már az önkormányzatnak nem lesz beleszólása, az önkormányzatnak olyan kicsi mozgástere lesz, hogy gyakorlatilag a tulajdonos, az új tulajdonos ezzel a területtel majdnem, hogy azt csinál, amit akar.
Értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a Tatai Járási Hivatal illetékességi területén május hónapban mobilizált ügyfélszolgálat működik. A busz ügyintézői az előre kijelölt napokon és helyszínen ügyfélfogadási időben várják az érdeklődőket. Okmányirodai, így személyigazolvány, lakcím, jogosítvány, útlevél, ügyfélkapu és diákigazolvány, valamint kormányablakban indítható ügyekben. A helyszínen a díjak, illetékek kiegyenlítésére bankkártyás fizetési lehetőség biztosított. Május 18-án szombaton újra megnyitja kapuit a Malomkert. A nap folyamán ingyenesen lehet majd belépni a helyszínre, ahol egész nap programokkal várják a gyermekeket, családokat. Az esemény 10 órakor Vitéz László és az Elátkozott Malom című előadással kezdődik, amelyet többek között kézműveskedés, linzersütés és múzeumpedagógiai foglalkozások követnek. Következzenek keddesti híreink, még egyszer röviden. Jubileumi fizika versenyt rendeztek az Eötvös József gimnáziumban. Idén sokszínű program kínálattal jelentkezett a születéshete. Rendőrök és diákok hívták fel a figyelmet a gyalogosok biztonságára. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök május 14-én kedd este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen hírszámleműsorunk következik, majd sportösszefoglalónkat láthatják. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk ugyanebben az időpontban. Én további szép estét kívánok önöknek. Vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!